Lőrincz Emil az MTK korábbi 37-szeres válogatott hátvédje lett az ETE új vezetőedzője. A szakmai stábot bemutató sajtótájékoztatón bejelentették, a klub visszatér a tradicionális címeréhez. Az eredeti címeres kitűzőt kapta ajándékul Gyutai Csaba polgármestertől Vég Gábor, az ETE főtulajdonosa, Lőrincz Emil pedig a város címerét viselheti szíve felett. Nem vagyok hivatva Lőrincz Emil munkásságát méltatni, de Pécsett gyönyörűen dolgoztak, az egyik legstílusosabban játszó magyar csapat volt a tavalyi szezonban a Pécs. Nagyon reméljük, hogy ez a siker ez átjön Zalaegerszegre is, amit tapasztalhattunk ott a munkájában, és a klub újjáépítésében, a klub régi hírnevéhez való visszatérésében egy újabb nagy lépést értünk el, és nagyon remélem, hogy hamarosan a sikerek is ránk köszöntenek. Az elvárás az új vezetőedzővel szemben mindenféleképpen egy stílusosan, szépen futballozó csapatot kell építenie, amelyiket szeretni fog a közönségünk, ez az alapcél, és úgy gondoljuk, hogy ha ezt jól megvalósítja, akkor az eredmény sem fog elmaradni, és fel fogunk kerülni az NB1-be, ami számomra az első számú célkitűzés. A főtulajdonos arról is beszélt, 6-7 játékost igazolnak, hogy megerősítsék a keretet. Kialakítsunk egy komoly ütőképes csapatot, amelyik hát nagyon fontos az eredményesség, de az is nagyon fontos lesz, hogy játssza a futballt, úgy játssza a futballt, hogy mindenkinek tetszen, védekezésbe agresszívak legyenek, fegyelmezettek, támadásban minden játékos aktív legyen, lehet az védő, lehet az támadó, középpályás, teljesen mindegy szituációtól függően, de ami a lényeg, hogy legyen egy egységes olyan csapat, amelyikkel mindenki elégedett. Lőrincz Emil munkáját Balog István segíti edzőként, illetve Vlaszák Géza kapus edzőként. A korábbi vezetőedző Lendvai Miklós képzési igazgatóként az utánpótlással foglalkozik majd. Klubigazgatóként Kocsárdi Gergely dolgozik a csapat sikeréért. A felkészülés a jövő héten kezdődik.